Arigatou gozaimasu. Köszönöm szépen, és nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit ezen a mai alkalmon, ahol, ahogy az igazgató asszony már felvezette, Matsui szumakóról lesz szó, akit Japán első modern színésznőjeként tartanak számon. Igazából így itt a modern ami egy nagyon fontos és új szó lesz számunkra, mert Kavakami Sudayako, akiről már az első alkalommal hallhattak tőlem, őt Japán első színésznőjeként tartják számon, tehát ez a modern szócska az, ami nekünk nagyon fontos lesz, és igazából ezt fogom ebben az előadásban bemutatni, hogy mitől volt ő modern színésznő. A Kógyen enciklopédiában egyébként az a meghatározás található Matsui Szomakó neve mellett, hogy színésznő az új dráma idején, ez a Shingeki Joyu, a Shingeki pedig új drámát jelent, tehát az előadás során két nagyon fontos fogalmat fogunk megismerni, az új drámát és az új nőt, amiben Matsui Szomakó beletartozott, illetve ennek is vallotta magát. Ezen kívül pedig szó lesz még két nagyon fontos fogalomról, a femfatárról, ami valószínűleg többeknek ismerős, ugye ez a végzett asszonya. Nagyon sokan tartották Macui Szumakót egy ilyen femfatálnak, főként a bírálói és kritikusai. Ő soha nem gondolt magára így. Látni fogjuk majd, hogy miért gondolták mégis, hogy ő egy femfatál. Illetve a feminista öntudatról, ami abszolút megmutatkozik majd az ő karrierjében és a saját öndefiníciójában, azonban nagyon fontos, hogy ő soha nem vallotta magát egyébként feministának. Tehát inkább a japán feministák, első feministák voltak, akik szeretettel tűzték a zászlajukra őt és gondoltak rá, úgy, mint az egyik első feministára, de valójában nem volt az. Az előadás pedig úgy fog felépülni, hogy először megvizsgáljuk, hogy ki is volt Matsui Sumako, egy kis áttekintést fogok nyújtani az ő fiatal éveiről, a gyermekkoráról és a kezdeti pályájáról. Utána megvizsgáljuk, hogy mit is jelent ez az új nő fogalom Japánban, illetve az új dráma. Majd a színésznő növendék részben már arról lesz szó, hogy milyen produkciókban vett részt, két előadást fogok bemutatni önöknek és ezt elemezni. Ezen keresztül nézzük meg, hogy hogyan is működött ez az új nő és új dráma, új színház Japánban. Majd az előadás zárásaként már arról fogok beszélni, hogy hogyan működött ő nyugati színésznőként. Ez azért nagyon izgalmas, mert Matsui Sumako professzionális nyugati színésznőként definiálta saját magát, holott soha nem járt se az Egyesült Államokban, se Európában, tehát soha nem járt effektíve nyugaton, mégis úgy tekintett magára, mint egy nyugati színésznőre. A Matsui Sumako egy ugyanolyan felvett művésznév, mint Sadayako esetében, tehát Kobayashi Masako néven született ő 1886. novemberében. A korban hát nem volt nagyon meglepő, nagyon sok testvére volt neki, és viszonylag szegény családban született. Úgyhogy a szülei örökbeadták őt még kiskorába, egy módosabb családba, ahol nem született gyermek. És a kis Macui szumakó itt nevelkedett egy másik családnál egészen 15 éves koráig, amikor meghalt a nevelő apja, és ekkor visszaköltözött az édes szüleihez sajnos az édesapja is egy éven belül meghalt, úgyhogy ekkor döntött úgy, hogy akkor ő felutazik Tokióban, mert egy vidéki városban éltek, és akkor a saját lábára áll. 16 évesen egy varónőképző iskolába jelentkezett, el is kezdte ezt az iskolát, és nagyon hamar megismerkedett egy kedves japán fiatalemberrel, akivel hát az első fiatalkori szerelem rá, lángra is lobbant, nagyon gyorsan hozzáment feleségül, és a fiatal emberrel vidékre költöztek a fiatalember családjához. Ez a házasság pár hónapig tartott. Nagyon hamar kiderült, hogy hát, macói szumakon nem az a típusú nő, már ekkor kiderült, aki hát, be tudna illeszkedni a hagyományos értékekbe, tehát, hogy ő vidéken háztartást vezet, ápolja, gondozza a férjének a családját és egy ilyen egy ilyen tipikus ö, japán női életet élekkor, úgyhogy el is váltak, ö, még ugyanebben az évben, pár hónap után, és Matsui Sumako visszatért Tokióba. Ekkor ismerkedik meg Maezawa Seisuke-val, aki egyébként a második férje lett pár évvel később. Egy nagyon jó barátság alakult ki közöttük, és Maezawa volt az, aki megismertette Macui Szumakót a színházzal, méghozzá úgy, hogy ma ez a tanár volt, és egy olyan társulatnak dramatizált előadásokat, ami kifejezetten kisgyerekeknek mutattak be produkciókat, és egy ilyen alkalommal elvitte magával Macui Szumakót is, akit át teljesen lenyűgözött a színház már ekkor, és szeretett volna ehhez a társulathoz csatlakozni ami már akkor egy ilyen nagyon botrányos dolognak számított, hogy nő létére, így oda a társulat vezetőjéhez, és megkérte őt, hogy hát vegyék fel, mert ő nagyon szeretne ebben a társulatban játszani. Ez végül is nem sikerült neki, de pár évvel később, 1909-ben felvételt nyer az Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézetébe. Igazából ez látni fogjuk, ez egy, ez egy, szerencse volt, hogy ő ide bekerült. Ma ez a vának köszönhető, tehát ő ajánlotta be, ő protezálta, és majd látni fogjuk, hogy miért volt szerencse, hogy ő ide felvételt nyert. Egy évvel korábban hozzáment feleségül ma ez a vához, de ez a házassága is nagyon hamar véget ért, mert ugye ő felvételt nyert az iskolába, innentől kezdve egy teljesen más életet élt, és így a kapcsolatuk nagyon hamar megromlott, és 1910-ben el is váltak. És akkor pár szót arról, hogy mi is az az új dráma, és hogy ez milyen hatással lesz Macui szumakó színészi karrierjére. Az új dráma a Shingeki, ami egy olyan kifejezésforma megteremtésére tett kísérletet, amely a hagyományos kabukival és simpával szemben, Híven tükröznék korának valóságát. Tehát igazából ez a nagyon fontos része ennek a definíciónak, hogy a korának a valóságát tükrözi már. Tehát igazából a európai értelemben vett modern, naturalista, realista színházról van szó az új dráma fogalma alatt. És ez, hogy ugye a kabukival és a simpával szemben jelenik meg. Ugye a kabuki ebben az időszakban a hagyományos japán színházat képviselte, a simpa pedig erről az előző alkalommal részletesebben beszéltem, de ugye ez az új iskola volt szemben a régi iskolával, az 1880-as években alakult ki a simpa, és a kabukit szerette volna megreformálni ez a műfaj. Ha hosszú távon nézzük a simpát, akkor az látszik, hogy nem tért el annyira a kabukitól, de voltak olyan újításai, amelyek nagyon fontosak voltak színháztörténeti szempontból. Ez az egyik legfontosabb, a nőknek a visszahozatala volt a színpadra. Viszont a simpa sem jutott el odáig, hogy ugye a modern értelemben vett nyugati drámákat behozza a japán színpadokra, ez a Shingeki lesz, tehát gyakorlatilag ugye egy új színházi műfaj. A singekiben kezdenek el kortárs nyugati előadásokat színpadra vinni, illetve nagyon hamar megélénkül a japán drámaírás is. Tehát megjelennek akkori japán drámaírók, akik kortárs társadalmi eseményeket, problémákat írnak meg és visznek színpadra, ami egy fantasztikus újdonságnak számított, tehát eddig ez nem volt jellemző a japán színházra. És viszonylag egy békés, mondhatni békés kialakulása is van ennek a műfajnak, mert a simpa ugye, egy politikai ellenállás kapcsán jött végül is rétre az 1800-as évek végén. A Shingeki azonban két egyetemnek a munkájához kötődik, és két egyetemen alakul ki, honosodik meg, ők terjesztik el végül is Japánban ezt az új műfajt. Az első a Keio Egyetem, és Osanai Kaoru, illetve második Ichikawa Sadangi volt, akiknek a nevéhez fűződött egyrészt a Shingekinek a kialakulása. Osanai Kaoru 1909-ben létrehozta a szabad színházat a Kejú Egyetem falai között. Maga a név egy tisztelgés a Teatre előtt, ami a párizsi naturalista-realista színjátszásnak az egyik központja volt. És ugye már ez az elnevezés mutatta, hogy Oszanáj Kaurú milyen irányt tervez, milyen irányba szeretne haladni ebben a színházban. Nagyon sokat utazott, 1909 után járt Európában, és főként Oroszországban, majd ugye a későbbi Szovjetunióban is, és rendkívül nagy hatással volt rá Stanislavski és a lélektani realizmus. Tehát ő úgy gondolta, hogy ezt szeretné, főként ezt a Stanislavski-féle módszert megvalósítani, a színpadán. Mindezt aktuális témák és előadások bemutatásával. Viszont, ami majd eltérés lesz a másik csoporttól, hogy ő úgy gondolta, hogy főleg Stanislavski után, hogy igenis a már képzett japán színészeket kell a színpadra állítani. Most ugye képzett japán színészek a kabuki színészek voltak ebben az időben, akiket erre rá lehetett venni, hogy átképezze őket lényegében. Tehát Osanai Kaoru kabuki színészekkel dolgozott. Ugye közülük volt a, gyakorlatilag a társa, második Ichikawa Sadanji, aki akkor egyik legnagyobb kabuki színésze volt és részt vett ebben a programban, hogy akkor a kabuki színészek elkezdjenek modern drámákban játszani, és egy másfajta színjátszást elsajátítani. Viszont ehhez kapcsolódik, hogy Osanai Kaoru megtartotta az onnagatákat az előadásaiban, tehát a női szerepeket férfi színészek játszották, akik ugye a női szerepekre specializálódtak, ők voltak az onnagaták, ezáltal nem nagyon lehetett, hát nem lehetett nőket látni, a Kejó Egyetem szabad színházában. A másik pedig a Waseda Egyetem volt, ahol Cubúcsi Sójó és Simamura Hógecu létrehozták az Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézetét szintén 1909-ben. Tehát tényleg egy teljesen párhuzamos kialakulásról, fejlődésről beszélhetünk. Tsubouchi Shōjō nagyon híres volt maga korában, irodalmár, író, műfordító volt. Ő volt az első, aki elkezdte Shakespeare drámáit Japára fordítani. Ez annyira jól ment neki, és olyan sikeres is volt, hogy 1924-re az összes Shakespeare drámát lefordította Japára, és annyira jól sikerültek, hogy nagyon sok színház még manapság is Tsubouchi fordításait használja, amikor Shakespeare-t visznek színpadra. Shimamura hógecu pedig újságíró volt, ő is irodalmár, szintén műfordító is, és az tanárok közül, akik oktattak ebben a kutatóintézetben, ő volt az egyetlen, akinek nyugati tapasztalata is volt, Németországban, Berlinben tanult pár évig, tehát volt a nyugati színházzal közvetlen kapcsolata is. Amit ők ketten létrehoztak, az tényleg egy kutatóintézet volt, tehát elsősorban ők azt szeretnék volna, hogy tanulmányozzák a külföldi, nyugati drámákat. Tehát nem az volt az elsődleges cél, mint mondjuk a kejó Egyetem esetében, vagy akár a korábban Kavakamiszadajakó és Ottozsiró esetében, hogy minden áron színpadra állítsanak valamit hanem hogy előtte megvizsgálják ezeket a drámákat, hogy miről szólnak, milyen társadalmi probléma van bennük, megvizsgálták azt az országot, ahol ugye ez született ez a mű, hogy ott miért született ez, milyen problémák vannak, stb. És hát természetesen végül is születtek ebből előadások utána, de hogy az fontos látni, hogy nem ez volt az elsődleges célja ennek a kutatóintézetnek, hogy társulatként mindenáron produkciókat hozzanak létre. Úgyhogy ez kifejezetten egy kísérleti színházi csoportnak indult, tehát a hallgatók ugyan tanultak színészmesterséget, de mellette voltak történelem óráik is, zenei képzést kaptak, műfordítást csináltak, angol társalgás volt az órarendjükben, és Shakespeare kapcsán Erzsébet kori színházról tanultak, tehát egy nagyon átfogó képzést kaptak. Nyilvánvalóan azért a kortárs nyugati drámák voltak a középpontban, és ami nagyon fontos volt, és a mi szempontunkból, illetve Matsui Szumakó szempontjából is fontos, hogy Cubócsi Sólyó, ellentétben Oszanai úgy gondolta, hogy az új műfajt kizárólag új emberekkel lehet színpadra vinni, tehát nem működik, hogy kabuki színészeket képzünk át, és velük mutatunk be új produkciókat, hanem amatőr diákokat toborzott ebbe a kutatóintézetbe, és egy koedukált intézményt hozott létre, tehát nők is felvételizhettek, így tudott Macui Szumakó is felvételizni a kutatóintézetbe. Mielőtt azonban erre rátérnék, még az új nő fogalmát is meg kell vizsgálnunk, az atarási Onna, az új nő fiatal, középosztálybeli, tanult, egyedülálló, anyagilag független, valamint dohányzik, iszik és biciklivel jár. Ez volt az egyik ilyen a korszakban elhíresült szállóige, mondhatni. Tehát egyértelműen a modern nyugati nőknek a megjelenéséről, a nőkép megjelenéséről van szó az 1900-as évek. Elején Czubócsis Jó egyébként azt állította, erről van egy ilyen előadása is, hogy az új nő, tehát hogy ez az új nő fogalma valójában a nyugati drámákon keresztül érkezik meg Japánban. Tehát, hogy az első ilyen nő alakokkal a japánok a drámákon keresztül találkozhattak. Ugye, ma már a korai feminista mozgalmaknak az első szereplőit, Sorolhatjuk ide, tehát az új nő kategóriájába. És Matsui Sumako is abszolút ebbe a kategóriába fog tartozni, már ugye azzal az előéletével, hogy kétszer elvált, már ebbe a kategóriába sorolták őt. És ami fontos lesz, hogy ez az új nő kategória gyakorlatilag szembe megy a japán kormány által elvárt ideális nőképpel, ami ebben a korszakban a jó feleség bölcs anya, vagyis a jószájkembó kifejezés volt. Hogy alakult ez ki? A Meiji megújulás 1868-ban volt, egy ilyen nagyon átfogó, modernizációs, országnyitási program indult meg ekkor Japánban, ami gyakorlatilag minden területét érintette az országnak, de hogy valahogy a nők ebből mégis kimaradtak. Bár nagyon sokáig, tehát az 1890-es évekig úgy tűnt, hogy japán kivétel lesz, mert például a kormány támogatta, hogy nők is menjenek külföldre, nyugatra tanulni, ők is egyetemre járjanak. Tehát hogy úgy tűnt, hogy itt más lesz a helyzet, aztán mégsem ugyanis nagyon erős volt a hagyományos értékeknek az őrzése, főként a konfucianizmus és a hagyományos engedelmesség, amihez kapcsolódik. Úgyhogy 1890-ben a kormány gyakorlatilag eltiltotta a nőket a politikai élettől. Úgyhogy hát a feministáknak ugyanaz lesz a követelése, mint itt Európában. Választójogot szerettek volna, beleszólást a politikai életbe, ugyanolyan oktatást, mint ami a férfiaknak jár. Ezzel szemben pedig a kormány ugye nem csak betiltotta a nők részvételi lehetőségét a politikában, hanem 1890-től meg is fogalmazta, hogy szerintük milyennek kell lenni egy japán nőnek, mi az ideális. Ez volt a jó feleség bölcs anya, Definíció. Tehát azt mondták, hogy a férfiaknak kell a politikában és a harctéren helytállni, miközben a nőnek otthon kell a háztartást vezetni, nevelni a gyerekeket, ha úgy alakul, akkor a férj családját is gondozni és segíteni, és nagyon fontos, takarékosnak kell lennie, mert az nyilván segíti a családot is, hogyha a férj éppen a háborúban harcol, tehát spórol a családnak is, és az államnak is. Tehát ez nagyon fontos volt. Illetve még az is probléma volt, hogy Japánban nagyon fontos az oktatás, a nőknek is lehetősége volt tanulni, ez már a korábbi korszakokban is így volt, viszont eltérő iskolai képzést kaptak. Tehát egy idő után a lányok nem azt tanulták már, mint a fiúk, a lányoknak az oktatása inkább a háztartás vezetésre, korlátozódott ebbe az irányba ment el, és nyilvánvalóan az új nők, a korai feminista mozgalmak azt is szerették volna elérni, hogy ugyanolyan oktatást kaphassanak, mint a férfiak. És akkor, amit látnunk kell ebből, hogy Japánban egy nagyon speciális helyzet alakul ki az 1900-as évek elején, mert hogy egyszerre írja el az országot a modernizáció, a feminizmus, és a nők megjelenése a színpadon. És ez a három egy olyan speciális helyzetet teremt, ami a színházban fog kicsúcsosodni, tehát itt válnak hirtelen egyszerre láthatóvá a nők úgy unblock a társadalom számára, mert ugye eddig a jó feleség bölcsanya pozícióban a nők ugye otthon vannak is, nem, nem csinálnak semmi olyan nyilvános dolgot, amiben mondjuk így láthatóvá válnának a társadalomban, míg amikor színpadra kerülnek, akkor ez egyszerre történik meg, tehát hirtelen láthatóak lesznek. Ugye az is már egy nagyon új élmény volt, hogy nők vannak a színpadon, és ezáltal ugye a szexualitásuk is napvilágra kerül, főleg a nyugati drámákban, ami hát elég komoly botrányokat okozott, ezt majd látni fogjuk. és ez így lesz Macui Szumakó esetében is, akit, mivel új nőnek tartják, rá fogják húzni majd ezt a femfatál, a végzett asszonya kifejezést, ami pedig teljes mértékben szemben áll az onnarási szával, vagyis a japán nőiességnek a kifejezésével. Az onnarási száz tényleg a japán nőknek ebben az időszakban egy ilyen ideálját írta le, tehát a, a kecsességet, a bájt, a törékenységet, amit így elvártak egy japán nőtől, és amit talán a nyugati szemlélőknek is az ilyen sztereotíp, tipikus japán nőt jelenti, hogy olyan kis kecses, könnyed, már-már ilyen nagyon nyugati szemlélettel, ez a porcelán, babaszerű nőről van szó. És a kormány támogatta is ezt az elképzelést, tehát hogy a nőknek rendelkezniük kell ezzel az onnarási szával, ezzel a japán bájjal, és ha valaki nem rendelkezik vele, akkor nem is lehet jó feleség és bölcs anya. És ugye, mivel Matsui Sumako nem lesz, meg nem is volt, már fiatalon sem, ebbe a kategóriába tartozó nő, ezért ugye nem is, nincs is meg benne a japánok szerint, ez az onnárási szá, úgyhogy ő így is az új nőkhöz tartozik. És hogy miért nincs meg benne ez az onnarás isza, ez fontos lesz, ugyanis a felvételiénél, amikor meghallgatják őt, megnézik, amikor 1990-ben felvételizik az Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézetében, akkor ez probléma lesz, hogy benne nincs onnarás Nem is kérdés, hogy a kinézete átlag alatti volt. Az arca és a teste nagy volt, mozgásába durvaság és nyugtalanság vegyült. Mindenek tetejében csúf, lapos orra volt. Otrombának és közönségesnek tűnt, valamint rendkívül nyers motorban beszélt. Akármikor akármit mondott, még a legegyszerűbb szavak esetében is tájszólása azonnal felszínre került. Olvasható a visszaemlékezések között, Macui Szumakónak a felvételje után, amikor megvitatták, hogy akkor őt fölvegyék-e vagy ne. Ebből a leírásból az derül ki, hogy hiányzott belőle ez a zonnarási és hogy ezért nem akarták őt egyébként felvenni. Hát nem, nem tudom, szóval hogy szerintem a képen én nem látok semmi kirívó el eltérést az ő, ő szépségében az átlag japán nőkétől, de hogy a japánok mégis úgy gondolták, hogy ez hiányzik belőle, és végül mégiscsak azért veszik fel, mert Zubócsi sújó azt mondja, hogy neki pont olyan nőkre van szüksége, akikből lesz hiányzik ez a japán nőjesség és báj, mert hogy majd a Shakespeare hősnőket az ilyen típusú nők tudják csak eljátszani, mint Matsui Sumako. Tehát gondolhatnánk, hogy egy picit talán japán szemmel ez a robosztusabb testalkat, amiről ír a szöveg, mintha picit férfiasabb lenne, az átlag japán nőkhöz képest. Tehát nagyon izgalmas azt látni, hogy ugyan Cubucsi Sójó ragaszkodott hozzá, hogy a női szerepeket nők játszák az előadásaiban, mégis olyan nőket keresett, akik nem felelnek meg az átlag japán női kinézetnek és ideálnak. Úgyhogy végül is Matsui Sumako pont az isza hiányának köszönheti, hogy 1909-ben felvételt nyer 21 növendékkel együtt, tehát ő a 21. négy nő közül az egyik, aki felvételt nyer a kutatóintézetbe. Minden esetre ez őt mindig is nagyon zavarta, és tudott róla, hogy hiányolják belőle ezt azonnal rásiszá dolgot, és nagyon mély nyomokat hagyott benne, hogy a felvételén megmondták neki, hogy hát nagyon csúnya az orra. Úgyhogy ő annyira szeretett volna tényleg sikeres színésznővé válni, hogy plastikai műtét alá vetette magát. Hát el tudják képzelni, hogy az 1910-es években milyen, milyen lehetett. Ugye megműtette az órát, hogy ne legyen olyan lapos. A műtétről annyit tudunk, hogy egyébként utána a fotókon azt látjuk, hogy nagyon szép orra van. Viszont tudjuk a visszaemlékezésekből, hogy soha többet nem engedte magát profilból fényképeztetni. Tehát lehet gondolni, hogy hogy sikerült, vagy mennyire sikerült jól, illetve nem jól ez a műtét. És nagyon sokat küzdött azért, hogy a kiejtését is javítsa, tehát ami szintén a visszaemlékezésben benne van, hogy, hogy tájszólásban beszélt, ezért is nagyon sokat dolgozott, hogy szép legyen a beszéde, és a színpadon jól tudjon megszólalni. Erre két éve volt, ugyanis az iskolában miután elindult 1909-ben a képzés, két év műhely munka következett, és egy önképzés, ahol ugye rengeteg mindent tanultak, mint említettem. Abszolút tehetséges diáknak számított Macui Sumako. Az egyetlen gond az az angol nyelv tudásával volt, mert ugye angolt is tanultak, és ez nagyon rosszul ment neki. Tehát felismerült, hogy eltanácsolják őt az angol tudás hiánya miatt, illetve a rossz teljesítménye miatt, és ekkor még a férjének ma ez a közbenjárása miatt tudott az iskolában bent maradni. De utána végül is igazolta, hogy ő valóban egy tehetséges színésznő, ugyanis az első előadása a társaságnak az a Hamlet volt 1911-ben, ugye Shakespeare-nek az egyik legnépszerűbb és ismertebb darabját állították színpadra, Cubúcsi Sólyó fordításában és rendezésében, amelyben Matsui Sumako alakította Ophéliát. Ekkor fedezi fel a sajtó, illetve a közönség is Macui Szumakót ebben a szerepben, és már ekkor olyan kritikák születnek róla, hogy nagyon természetes az ő játéka, kiemelkedő, észreveszik őt a színpadon. Ennek ellenére viszont maga a teljes előadás az nem volt annyira sikeresnek mondható. Sokan bírálták, hogy Cubucsi fordítása túl dagályos, inkább kabuki-szerű lett az egész előadás, nem annyira az új drámának felel meg. Minden esetre arra nagyon jó volt a produkció, hogy Macui Sumako stabilá tegye a pozícióját a kutatóintézetben, és az angol tudás ellenére bebizonyítsa, hogy neki igenis van helye a színészi pályán. Ekkor változtatta meg egyébként a nevét is, tehát ekkor vette fel a Macui Sumako nevet, mert mondták neki, hogy az eredeti az nem túl művészi, és ekkor találta ki, hogy akkor ezt a művész nevet veszi föl, és így for, folytatja a karrierjét. És 1911-ben mutatták be a babaszobát, Ibsennek, ezt Magyarországon főként Nóra címmel szokták játszani ezt az előadást, aminek a főszerepét már ő játszotta, és Nóraként lesz ő igazi sztár, és japán szerte ismert, és már ekkor nagyon dicsérték az ő természetes színpadi játékát. És egy évvel később, pedig 1912-ben mutatták be Zudemánnak az Otthon című előadását. Ez kevésbé ismert Magyarországon, de nálunk Magdaként futott, amikor játszották. Tehát ugyanaz az analógia figyelhető meg, tehát ugye a főszereplő nőnek a neve jelenik meg a címben. Itt is ugye a főszereplőt játszotta Magdát, és ez az előadás annyira botrányosra sikerült, hogy ezt be is tiltották 1912-ben, és át kellett írni, hogy a végén bemutatható, vagy hát folytatható legyen az előadás sorozat. És erről a két előadásról, tehát a Babaszobáról és az otthonról, fogok most részletesebben is beszélni egy picit. Tehát Ibzennek a baba háza, ami 1911-ben került bemutatásra, ezt Simamura Hógecu rendezte. Ugye a képek az előadásból vannak, egyértelműen látható, hogy korabeli nyugati díszletek között és nyugati jelmezben mutatták be ezt a produkciót, tehát semmiféle japánosítás nem történt az előadásban. Ez volt Macu Iszumakónak az első főszerepe, ami egyben hát hatalmas siker és óriási botrány is volt. Hogy miért? Szerintem a jelenlévők közül azért sokan ismerik a Nórának a cselekményét, de nagyon dióhéjban azért összefoglalnám. Tehát a cselekmény karácsonykor, szilveszterkor két ünnep között játszódik. A főszereplője Nóra, aki egy fiatal feleség, egy fiatal anya, három gyermeke van, és egy látszólag egy tökéletes, nagyon boldog életet él, de ki fog derülni az előadás, illetve hát a dráma folyamán, hogy igazából ez egy aranykalitka, amiben ő él. Van egy férje, akit nagyon szeret, Torvált, és ekkor tudja meg Nóra, hogy a férjét bankigazgatónak fogják kinevezni, ami hát egy hatalmas öröm a családban. Azonban szépen lassan kiderül a dráma folyamán, hogy Nóra kölcsönt vett fel pár évvel korábban azért, hogy megmentse a férjét, mert nagyon beteg volt, és külföldi útra kellett mennie, hogy kúrálja. Azonban, hogy ezt a kölcsönt föl tudja venni, ehhez egy váltóra volt szüksége, egy kezesre, ezt azonban nem tudta teljesíteni, úgyhogy váltót hamisított, és ez kiderül, és a dráma ideje alatt ő nagyon szépen fizeti vissza ezt a kölcsönt, amit kapott. A férje természetesen semmit nem tud erről az ügyletéről. De amikor bankigazgatóvá nevezik ki, akkor felbukkan az az ember, akinek a kölcsönt fizeti Nóra, és ez a bizonyos ember, Krokstad, megkéri Nórát, hogy jó, hát mindjárt visszafizeti a kölcsön teljes összegét, de hogy ő a továbbiakban szeretne a férjének a bankjában dolgozni, és ezt Nóra intézzel neki. Nóra megkéri a férjét, de a férje ismeri ezt az embert máshonnan, hallani sem akar róla mire át Krokstad megsarolja órát, hogy ha nem intézi el, hogy ő a bankban dolgozhasson, akkor el fogja mondani a férjének, nyilvánosságra hozza ezt a hamisítási ügyletet, és hát nyilván ezzel a teljes családot potrányba sodorja, a férj elveszti majd a pozícióját, és minden rossz meg fog történni velük. Úgyhogy gyakorlatilag a darab az arról szól, hogy Nóra hogyan vívódik és próbálja elkerülni, hogy lelepleződjön. De végül a darab végén a titok mégis kiderül, tehát megtudja a férje, hogy mi történt, és nagyon rosszul reagál erre. Azt mondja Nórának, hogy alkalmatlan arra, hogy egy jó feleség legyen, és arra is alkalmatlan, hogy a gyerekeit nevelje, hogyha egy ilyen bűnt követett el korábban, hogy hamisított, és hogy meg is mondja neki, hogy nem fogja engedni, hogy nevelje a közös gyerekeiket. Egy nagyon nagy veszekedés van a drámában, de utána végül is Krokstad visszajuttatja a bizonyítékokat Nórának, ami alapján ugye le lehetne leplezni ezt a hamisítási ügyet. Tehát úgy tűnik, hogy minden megoldódik, és gyakorlatilag egy happy end-del záródhatna az előadás, hiszen nem fog kiderülni ez a hamisítás, minden szép és jó. Csak hogy ugye Nórában ott marad a tüske, a veszekedés a férjével, és az előadás végén ő azt mondja a férjének, hogy hát szüksége van arra, hogy megtalálja önmagát, és hogy rájöjjön, hogy ő mit akar az élettől, mert hogy nem azt, amiben most él. Ezért az előadás úgy zárul, hogy elhagyja a férjét és a három gyerekét. Na most ezt 1879-ben mutatták be Ibsennek a drámáját Norvégiában. Hát ott is elég nagy botrányt kevert. El tudják képzelni, hogy Japánban ez milyen fogadtatása lelt. Több probléma is volt, amiért botrányosnak számított az előadás. Az egyik az az volt, hogy Simamura Hógecú már korábban, 1906-ban lefordította a Nórát, és akkor a boldog befejezéssel jelent meg. Ugyanis, mivel Európában is nagyon botrányosnak számított, hogy Nóra elhagyja a férjét és a gyerekeit az előadás végén, amikor Németországban akarták bemutatni a babaszobát, akkor a németek ultimátumot adtak Ibsennek, hogy már pedig csak akkor fogják ezt színpadra vinni, hogyha átírja a végét, és lesz egy boldog befejezése a történetnek, amit Ibsen kénytelen, kelletlen megcsinált, tehát a Nóhának van egy olyan verziója is, amiben Nóra marad. Tehát megbocsát a férjének, kibékülnek az előadás végén, és, és minden szép és jó látszólag, és ö, megy, megy tovább minden a maga útján. És Simamura a Vaszeda bungaku Bungakuban, tehát a Vaszada Egyetemnek az irodalmi folyóiratában 1906-ban ezt a boldog befejezéssel ellátott verziót fordította le. Tehát 1911-ben az érdeklődők, akik esetleg felkészülten akartak érkezni az előadásra, és elolvasták előtte a drámát, ugye arra készültek, hogy hát ez egy happy end, majd Nóra marad. Tehát őket teljes mértékben sokkolta, amikor 1911-ben azt látták, hogy Nóra elhagyja a családját az előadás végén. Tehát a közönség ez a része ezért volt nagyon meglepődve. A másik része meg úgy önmagában ezen a fordulaton, hogy Nóra elhagyja a családját, tehát ez teljesen elképzelhetetlen volt a japánoknak, hogy ilyen, ilyen megtörténhet. Aztán az is problémát okozott, hogy az előadás eredetileg három felvonásos, de a második felvonásban van egy bizonyos tarantella tánc, ami egy nagyon fontos kulcs jelenete a drámának és az előadásoknak is az szokott lenni azonban ekkor még simamuráiknak fogalma nem volt, hogy mi ez a tarantella, és hogy kéne táncolni, és ezt bemutatni. És mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy ugye a valóságnak megfelelő dolog kerüljön színpadra, ezért inkább úgy döntöttek, hogy kihagyják az egész második felvonást úgy, ahogy van, mint hogy inkább valami olyat mutassanak be, ami nem, nem valós és nem, nem jó. Úgyhogy az első felvonás után Simamura kiballagott a függöny elé, és elmesélte a közönségnek, hogy akkor így mi, mi történik a második felvonásban, majd utána jött a harmadik felvonás, amit hát így sokan nehezményeztek, hogy hiába mesélte el Sima Mura, hogy mi van a második felvonásban, hogy ez így nem tudták úgy követni, nem értették Nóra motivációit az előadás végén, tehát ez egy, ez egy probléma volt. De végül is ezt gyorsan orvosolták, mert pár hónap múlva találtak egy, egy olasz tánctanárt, aki végül megbetanította Macui Szumakónak a tarantellát, és utána már játszották mind a három felvonást is. Úgyhogy az előadásnak elég vegyes volt a fogadtatása, tehát egyrészt nagyon megbotránkoztatónak találták, hogy Nóra elhagyja a gyerekeit és a férjét az előadás végén egy olyan ürügyér, hogy ő megtalálja önmagát, és, és ilyen, egy ilyen ön önkeresésbe kezdjen. Tehát ez teljesen elfogadhatatlan volt, ugye a hagyományos értékeket vallóknak. Viszont a, ugye a korai feminista mozgalmaknak a hívei, az új nők pedig ugye teljes mértékben üdvözölték ezt az előadást, ugye úgy gondolták, hogy na, hát ez az, ez az amit ők keresnek, és hogy itt, itt a példa, és hogy épp ezért, ugye, ezért fogják majd Macui Szumakót is a zászlajukra tűzni, mert elkezdik majd őt azonosítani ezzel a szereppel, hogy ő is ilyen, nem teljesen volt ilyen, de hogy a szerepét ugye, így rá, ráhúzták. Minden esetre abban nagyon sokan egyetértettek, hogy az alakítása az kiváló volt, és olyan kritikák születtek, amelyek mind a természetes játékát, a beszédmódját, a mozgását dicsérik. Ezek közül hoztam is egyet. Milyen megindított és el voltam ragadtatva, amikor először hallottam természetesen beszélni egy Japánban született színésznőt. Ez volt az első alkalom az életemben, amikor egy modern előadás elárasztott gyengétséggel, szomorúsággal és megmagyarázhatatlan érzelmekkel. Szumakó asszony tehetségének köszönhető, hogy néhány könycseppet ejtettem annál a résznél, amikor ünnepélyesen megköszöni férjének eddigi kedvességét az életben. Tehát amit itt ugye kihangsúlyoz a kritikus, az a természetes beszéd. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos volt a japánoknak, hogy végre olyan szöveget hallanak a színpadon, amit az utcán is használnak, és nem valami több száz évvel korábbi arhaikus nyelv jelenik meg a színpadon. Tehát abszolút közérthető a számukra. És akkor a Nóra sikerén félig meddig ugye sikerén felbuzdulva következett 1912-ben az Otthon című előadás, ezt is Simamura Hógecu rendezte, és hát a kritikusok is, meg a színház történészek is úgy tekintenek rá, mint a, a babaszobának, vagyis a Nórának egyfajta ilyen folytatására. Itt is nyugati díszletek, nyugati jelmezek uralkodtak a, színpadon, tehát teljesen a valóság hűségre törekedtek. És a darabot először engedélyezték, tehát a megfelelő hivatal írt egy nagyon szép levelet, az Irodalmi Társaság Színházi Kutatóintézetének, amelyben megadják nekik az engedélyt, hogy bemutassák ezt a darabot, és arra hivatkoznak, hogy hát tudják, hogy a kutatóintézet milyen sok munkát fordít arra, hogy tényleg olyan darabokat válasszon ki, amelyet a japán közönség meg tud érteni, be tud fogadni, és hogy bíznak benne, hogy hogy ez egy olyan előadás lesz, ami sikeres lesz. Majd bemutatják, és a bemutató után ugyanez a hivatal betiltja az előadást, és azzal indokolják, hogy hát úgy érzik, hogy a japánok nincsenek felkészülve arra, ami az előadásban látható, és hogy ezt nem tudják megfelelően megítélni és feldolgozni, és ezért betiltják ezt a produkciót. Úgyhogy Simamurának át kellett írnia az előadás egy részét, hogy újra színpadra kerülhessen. És miről is szól az otthon, vagy Magyarországon itt Magdaként ismerhetjük. Egy német kisvárosban játszódik 24 óra alatt a történet. Egy visszavonult alezredesnek az otthonában járunk, ez látszik is egyébként a képeken, tehát egy ilyen szalonnak a berendezése. Az alezredesnek van egy lánya, Magda, aki hazatér, innen indul a cselekmény. Viszont a drámából megtudjuk, hogy miért tér haza Magda, vagy ő hol volt. Kiderül, hogy ő korábban, évekkel ezelőtt elhagyta a családi házat, azért, mert az édesapja férjhez akarta kényszeríteni valaki olyanhoz, akit ő nem szeretett. És ebben Magda nem ment bele, és elhagyta a családi házat, és Berlinbe ment szerencsét próbálni. Ugye itt már megjelenik az önálló, független nőnek a képe és ráadásul hát lesz egy szerelmi kapcsolata majd Berlinben, amiből születik neki egy kisfia, de az édesapa eltűnik, tehát hogy ő egy egyedülálló anyaként neveli a gyermekét, és azért, hogy fenntartsa magát, énekesi karrierbe kezd, és nagyon híres operaénekes nő lesz belőle egyébként. Tehát, hogy ő úgy tér haza nyolc évvel később az édesapjához, ebben a német kisvárosban, hogy ő egy ünnepelt sztár. Tehát Németország szerte ismerik őt. Hazatér, hogy kibéküljön az édesapjával, viszi magával a kisfiút is és innen indul ugye a cselekmény, hogy ő hazatér, hát elég feszült a hangulat a teljes dráma folyamán, de felbukkan von Keller, városi tanácsos a történetben, akiről kiderül, hogy Magdának a korábbi gyerekkori szerelme volt, és az is kiderül, hogy egyébként ő a kisfiúnak az édesapja, tehát ugye a berlini románc is közöttük zajlott. És ez egy házassági lehetőséget jelent Magdának, amit hát főleg az alezredes, tehát az édesapja támogat, mert hogy neki a legnagyobb problémája az, hogy ugye a lánya egyetlen ló anyaként, hát hogy ez tisztességtelen, hogy ő így él, és nincs férje, és egyébként is mi az, hogy dolgozik, és stb. Tehát, hogy az apuka abszolút a régi konzervatív értékeket vallja, és itt látja a lehetőséget, hogy akkor most férjez adja a lányát, és akkor így helyreáll a világrendje. És végül is kiderül, hogy Magda és Von Keller még mindig szeretik egymást, tehát minden szép és jó lenne. Csak hogy Von Keller, mivel ő lett a városi tanácsos, azt mondja Magdának, hogy ő persze, természetesen nagyon szívesen elveszi őt, viszont az nem fér bele az ő karrierjébe, hogy neki van egy házasságon kívüli gyermeke, még akkor is, hogyha az övé, úgyhogy adják örökbe a kisfiút. És hát erre természetesen Magda azt mondja, hogy nem tehát hogy ezt nem, 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 vállalja el, és visszautasítja ezáltal a házassági ajánlatot és ezt a, ezt a lehetséges boldog jövőt, amit viszont Magdának az édesapja nem ért meg, és nem tudja elfogadni, hogy miért töntött így a lánya. És az előadás egy hatalmas veszekedéssel zárul, amiben gyakorlatilag az alezredes már pisztollyal fenyegeti a lányát, hogy már pedig férjhez kell mennie, mert hogy így, így nem élhet tovább. És ez odáig fajul, ez a veszekedés, hogy az alezredes agyvérzést kap, és meghal. És így van vége az előadásnak. És ezt azt mondta a hatóság, miután látták, hogy ezt nem lehet így színpadra állítani, tehát betiltották. Esetleg van tippjük, hogy mi volt az, ami kiváltotta, hogy betiltsák? Az apa szerepe, tehát hogy, tehát, hogy az apának, és hogy igen, 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 pontosan, mert ugye felmerül bennünk a kérdés, hogy mi volt a probléma, hiszen itt ugye Magda a gyermekét választotta, tehát Nórával szemben, aki ugye elhagyja a férjét és a gyerekeit, és azt mégsem tiltották be ezt az előadást, tehát azt gondolnánk, hogy akkor az így csak rendben volt valahogy, tehát nem írja nem ez a betiltás. Itt pedig, ugye ott itt van a fiatal nő, aki a gyermekét választja, és mégis betiltják az előadást, és pontosan ez, amit az úr mondott, hogy, hogy a szülő-gyermek kapcsolat, ami nagyon komolyan sérül ebben az előadásban, és ezt emiatt nem engedték. Tehát az eredeti előadás úgy ér véget, hogy Magda gyakorlatilag kimondja, hogy az édesapja miatta halt meg, és hogy ő okozta közvetve a halálát azáltal, hogy ellent mondott neki. Tehát a hagyományos értékek, a konfuciánus értékek sérülnek. Egyszerűen az nem működött a japán színpadon, hogy egy gyermek ilyen szinten ellent mondjon, és szembe menjen a szülő akaratával, ami a szülőnek a halálát okozza közvetve ebben a szituációban. Úgyhogy sima Mura kénytelen volt átírni az előadás végét, és hát egy ilyen jó hosszú betoldást tett a végére, amelyben van egy lelkész szereplő is ebben az előadásban, akinek ilyen kulsz cool szerepe lesz ebben az új befejezésben, és gyakorlatilag úgy fog véget érni a dráma, hogy Magda már Bűnösnek vallja magát, és megbánja, amit tett. Tehát a lelkésznek elmondja, hogy ez mind az ő hibája, és megbánta, és nem kellett volna ellentmondania, hanem valahogy meg kellett volna oldani ezt a problémát, és hogy nagyon sajnálja, hogy ez történt, és mindenért ő a felelős, és egy ilyen közös imádkozással ér véget az előadás. És ezzel az átírással már újra engedélyezték a darabot, mert hogy ugye ebben Magda az új verzióban már kimondja, hogy hát minden az ő hibája, és hogy ezt nem lett volna szabad, tehát hogy ott van a beismerés, hogy, hogy ez hiba volt, és ilyet nem csinálhatunk, és akkor így újra engedték. Hát természetesen mindenki tudta, hogy mi volt az eredeti befejezés, amikor a színházba mentek, tehát mondhatni, hogy ez a botrány még nagyobb reklámot csinálta a produkciónak, mint hogyha nem tiltották volna be. Tehát ezzel az új befejezéssel játszották tovább, de nagyon nagy sikere volt, és Matsui Sumako végül is itt tényleg már sztárként szerepel ebben az előadásban, és tovább erősítette ezzel ezt az új nőképet. Már csak azért is, mert 1913-ban hát egy elég súlyos botrányba keveredik, ugyanis kiderül, hogy szerelmi kapcsolata van Simamura Hógecuval, ugye a tanárával, rendezőjével. Ez nagyon nagy botránynak számított, mert hogy az iskola, tehát a kutatóintézet tiltott bármiféle intim kapcsolatot a hallgatók és a tanárok között. Úgyhogy amikor ez kiderül, akkor hát Macu Szumakot kicsapják, az iskolából Simamura pedig hát, távozik az iskola éléről, gyakorlatilag ugye Czubócsi Sólyó mellett a vezetője volt a kutatóintézetnek. És utána 1913-ban ők egy új színházat, egy új társulatot alapítottak közösen. Ez volt a Művész amit a Moszkvai Művész Színház, tehát a Stanislavski féle Művész után neveztek el. Most, hogy milyen volt az ő kapcsolatuk, arról nagyon vegyes információkat lehet találni. Ugye nagyon sokan úgy gondolták, hogy itt a bizonyíték, hogy Matsui Sumaku egy igazi fennfatál, mert hogy elcsábította a tisztességes, kétgyermekes család a pácsi mura Hógecút, és gyakorlatilag ugye a, behálózta őt és, elcsábította. Mind azért, hogy ugye a saját színészi karrierjét egyengesse, mert hogy igazából az a legfontosabb neki, bizonyítja ezt, hogy már kétszer elvált, tehát nyilvánvalóan itt csak egy kihasználásról van szó. Sokan úgy gondolták, hogy Simamura az, aki ragaszkodik Matsui Sumakóhoz, mert hogy benne látja az ideális színésznőt, aki mindent el tud játszani, amit ő színpadra szeretne vinni, és a legideálisabb az ő női főszerepeinek a megformálására nyilvánvalóan itt egy, egy kölcsönös kihasználtságról, kihasználásról beszélhetünk, tehát mind a ketten profitáltak színészileg ebből a kapcsolatból, tehát Macoly Szumakónak lehetősége volt nagyon jó kortás darabokban játszani főszerepeket, Sima Murának pedig lehetősége volt, hogy egy jó színésznővel rendezni. hogy a kapcsolatuk milyen volt, arról szintén már, mint a magánéleti kapcsolatuk, arról nagyon sok pletyka Caring, de alapvetően egy nagy szerelemnek írják le egyébként ezt a kapcsolatot. Ezt majd bizonyítja is Macuis szumakónak a halála. 1913-ban ugye megalapítják a művészszínházat, és 13 és 18 között rengeteg előadást, kortárs előadást visznek színpadra, japán szerte turnéznak, és itt már el is hagyják az országot, de ugye nagyon fontos, hogy nem mennek nyugatra, tehát hogy ugye a Matsui Sumako öndefiníciójával szemben, hogy ő egy nyugati, professzionális nyugati színésznő, gyakorlatilag csak Kelet-Ázsiában mozognak, tehát Korea, Kína, illetve az Oroszország Szovjetuniónak a keleti részén járnak. Rengeteg produkciót bemutatnak. Az egyik leghíresebb, amit még színpadra vittek, az Tolstoynak a feltámadása volt, a dramatizált változatát csinálták meg, amiben írnak Macui Szumarokónak egy dalt, ez a Katyusa dal volt, nincs köze a második világháborús szovjet indulóhoz, tehát hogy ez egy ilyen véletlen egybeesés az azonosság, de hogy ez egy teljesen japán dal volt, japánok szerezték, és ezt Matsui Sumako énekelte ebben a produkcióban, aminek hatalmas sikere volt, imádták a, a japánok, úgyhogy lemezen is kiadták ezt a Katyusa és több mint 20 ezer példányban kelt el Japánban, csak ez az egy dal, ez a lemezen, tehát hogy nagyon, nagyon népszerű volt ez az előadás és a kettőjük hát nagyon gyümölcsöző együttműködésének, illetve hát szerelmének, Simamurának a váratlan halála vetett véget 1918-ban, spanyol náthában halt meg Simamura, és Matsui Sumako nem bírt élni nélküle, úgyhogy pár hónappal később, 1919-ben öngyilkosságot követett el. Ugye a rossz nyelvek ekkor is azt mondták, hogy hát igen, a végzet asszonya, aki elpusztítja a szeretett férfit, akik pedig ugye támogatták ezt a kapcsolatot, ugye nagyon, nagyon sajnálták, hogy ez így ér véget. Tehát ugye Macu Szumakó 33 évesen lett öngyilkos, tehát gyakorlatilag a karrierje kezdetén. Minden az utókort sokszor foglalkoztatta ez a szerelem, illetve az ő történetük, ezt igazolja egy 1947-es film, Mizoguchi Kenji rendezte a színház szerelmesé, ez a magyar címe, az angol, illetve a japán, ugye az The Love of Sumako, The Actress címmel ment a mozikban. Az ő szerelmi történetüket, illetve az új drámának a megjelenését dolgozza fel ez a film, de egy inkább a romantikus vonal amit igyekeztek kidomborítani ebben az esetben, tehát hogy nagyon sok ilyen legenda kapcsolódott az ő, ő szerelmi életükhöz, illetve hát nyilván ez a tragikus halálhoz a végén. Összefoglalásképpen pedig szeretném egy picit összehasonlítani Kavakamisz és Matsui Szumakót, egy emblematikus előadásuk kapcsán, ez Oscar wilde a szaloméja, amit 1914-ben mutattak be, és ugyanebben az évben rendkívül izgalmas, hogy mind a két színésznő színre vitte Szalomé alakját. És ez azért színháztörténeti szempontból azért érdekes és fontos, a képeken is szerintem nagyon jól látszik, de hogy a kritikák is arról írtak, hogy Kavakami Szadajakó aki inkább a simpához, a simpa műfajához, tehát az egyel korábbi színházi műfajhoz tartozik, hogy már nem jól játszotta ezt a szerepet, hogy túl öreg volt hozzá, túl darabos volt, művi volt a mozgása, a jelmeze is inkább, meg az egész előadásmód inkább a kabukihoz, tartozott, és ezzel szemben pedig Matsui Sumako, aki ugye az új dráma, a Shingekinek volt már a színésznője, egy sokkal életszerűbb, egy húsvérnőt jelenített meg a színpadon. Ez a jelmezéből is látszik, ugye szintén nagyon potrányos volt, hogy látszottak a vállai, meg a, a teljes karja, és hogy egy, egy már egy másik generációhoz tartozott. Tehát igazolható az, hogy a simpa egy ilyen átmenet lényegében tényleg a hagyományos színház és a modern színház között. Viszont nagyon fontos tudni azt, hogy mind a ketten, tehát Kavakami Sayako és Matsui Szumakó is gyakorlatilag nekik köszönhető, hogy a nőket újra elfogadták a japán színpadokon, és létjogosultságot adtak annak, hogy innentől kezdve az onnagaták helyett nők játszák a női szerepeket. Tehát Macui Szumakó a Nórával és a Magdával egyértelműen bebizonyította, hogy az új drámákat csak az új nők képesek eljátszani a színpadon, és már nem működik, hogy onnagatákat tanítanak be ezekre a szerepekre. A másik viszont, ami picit így ilyen még ilyen izgalmas és ellentmond ennek az egésznek, hogy ő, ugyan Kavakami Szadajakó egy picit korábban született, de ugye kortársak voltak, ő soha nem vallotta magát új nőnek, se feministának. Igaz, nem tartozott a jó feleség, bölcs anya kategóriába sem, de hogy mégis egy sokkal visszafogottabb életet élt egyébként, mint Matsui Sumako. Mégis amikor meghalt a férje, Kavakami Otojiro 1911-ben, akkor azt látjuk, hogy Szodajakó szintén egy kivirágzott, és egy ilyen teljesen önálló karrierbe kezdett. Tehát például ebben a Szalome című előadásban is játszott 1914-ben, de saját vállalatot alapított, gyerekeket tanított, gyerekeknek csinált színjátszókörtet, Tehát, hogy egy nagyon virágzó karriert futott be a férje halála után, ami ugye abszolút szembe megy, megint csak a hagyományos, az elvárt Értékekkel. tehát hogy mondjuk miután meghal egy japán nőnek a férje, akkor ő így visszavonultan éli le a hátralevő életét. És akkor ezzel szemben itt van Matsui Sumako, aki mindig új nőnek vallotta magát, modern nőnek vallotta magát, és mégis, amikor meghalt a szerelme, akkor nem bírta ezt elviselni, és pár hónappal később öngyilkos lett. Tehát ezzel pedig, mintha mégiscsak a hagyományos Értékeket követni és, és vallaná ezzel a tettével szemben, ugye az egész életével, amikor mindig azt hangsúlyozta, hogy ő már egy új, modern nő. Viszont mindig voltak neki is kétségei ezzel kapcsolatban, és ö, sokat írt Macui Sumako a naplójában arról, hogy, hogy milyen nehéz elfogadtatni magát ebben a pozícióban, színésznőként is, a férfiakkal szemben. Tehát zárásképpen még ezt az idézetet hoztam, sokkal inkább érzek megaláztatást, mint színésznői büszkeséget, üldöztetve érzem magam. Vajon egy nőnek minden esetben kacérnak kell tűnnie, mindig némán azzá kell -e válnia, amit mondanak neki? Ez régóta a japán nők szokásává, erényévé vált. Ezért nem, tud, nem tudhatjuk, hogy milyen mértékben sérül a munkánk és a művészetünk, nekünk nőknek. Bár már vannak, akik szépen hangoztatják, hogy a nők ugyanolyan emberek, mint a férfiak, a döntő pillanatban, ha valamilyen incidens történik, számunkra is problémás, ha komoly vita alakul ki férfi és nő között. Mivel a nőnek, még ha igaza van is, éppen azért, mert nő, hátra kell lépnie a férfival szemben. Miközben szomorú könnyeket hullatok, azt kérdezem magamtól, vajon milyen okból kell a nőnek alárendelnie magát a férfinak, amikor még én magam sem tudok teljesen kiszabadulni ebből az átkozott erényből vagy szokásból. Tehát látható ebben ez a kettőség, hogy nyilvánvalóan ő már érzi ezt és tudja, hogy, hogy igen, ő egy új nő, de hogy mégis ott van ez a hagyomány, és ez a nagyon erős szokás, hagyomány a japánok életében, amiből, amiből nagyon nehéz kilépni, és, és akár szembe menni vele. Minden esetre Matsui Sumako megpróbálta ezt, és egy saját versével zárnám az előadást, ami tényleg egy ilyen öndefiníciónak is tekinthető. Ez a fényképhez tartozik, ami róla készült. Japánul, Manto kite vare atarasiki onnakana tehát, mikor felveszem nyugati köpönyegem, úgy nővé válok. Köszönöm szépen a figyelmüket!